December 5-én egy különleges ajándékot kaptak a nyitnikék óvoda kisgyermekei Gyöngy Tamástól és Juhász Viktóriától. Egy télapóváró sétakocsikázáson vehettek részt. Bár az idő nem kedvezett ennek a kirándulásnak, a kicsiket jól felöltöztették, és így már kellemes szórakozás volt nézni az úzmarás fákat, a házakat, hallgatni a lovak patájának dobogását és a város szaját. Amikor az óvodások elhelyezkedtek a lovas lovaskocsin, talán arra gondoltak, hogy az utazás közben meglátják majd valamelyik utcában vagy egy lépcsőház előtt a Mikulást, hiszen ezen a napon december 5-e volt, tehát már biztosan elindult hosszú útjára a fehér szakállú nagyapó, hogy a csomagok mindenhová időben odaérjenek. A bakon ugyan ott piroslott egy ismerős piros sapka, de azt csak a kocsis Gyöngy Tamás bácsi viselte, hogy ezzel is örömet szerezzen a gyerekeknek. Hiába nézelődtek a kicsik jobbra és balra, nem sikerült megpillantaniuk a Mikulást, helyette szép fehér fákat, bokrokat láttak, ami annyit jelentett, hogy mégiscsak itt járt a télapó, hiszen ő az, aki zúzmarát folydogál az ágon. A sétakocsi egyébként igazán nagyszerű dolog. A kerékpárnál vagy a gépkocsi ülésénél magasabban vannak ilyenkor a kirándulók, magasabbról lehet szemügyre venni a tájat, közelebb vannak a fák, a madarak, és ha nem jár sok autó az utcán, jól lehet hallani a lovak patájának kopogását, amit Vörös Sándor is megénekelt. Földobban két nagy ló, kop-kop-kop, nyolc patkó, nyolc patkó, kop-kop-kop, csöndzsákból hangot lop. Csöndzsákot ugyan nem láttak a gyerekek sehol, eltakarta ugyanis a sűrűköd, de másnap megérkezett az óvodába a várva várt Mikulás, aki nem csak zsákot, hanem még kosarat is hozott magával, hogy beleférjen a sok-sok ajándék.